A város lakosságát még a közgyűlés előtt tájékoztatta a polgármester arról, hogy miből gazdálkodhat a város idén. A második nyitott Városháza program apropóját a mai 2020-as költségvetés tárgyalás adta. Veres Pál a város jelenlegi állapotáról azt mondta, az önkormányzat és cégeinek az átvilágítása után azzal kellett szembesülni, hogy rosszabb a helyzet, mint azt az előző városvezetés állította. A holding teljes kötelezettségvállalása 53 milliárd forint. Ez olyan nagy szám, hogy talán fel se tudjuk fogni, hogy mekkora pénz ez. 4 DVTK stadion. Ezen kívül a holdingnak van egy 9 milliárdos folyószámla hitele, miközben az önkormányzat csak nem 10 milliárd forinttal tartozik a holdingnak, tette hozzá Veres Pál. Elmondta azt is, hogy 10 év alatt meg 10-szereződött a holdingban dolgozók létszáma, miközben lelassult a munka, és pályázatok álltak le. A 2020-as költségvetésről a polgármester többek között elmondta, hogy előzetes politikai egyeztetésre hívta a Fidesz és KDNP frakció vezetőit, azért, hogy közösen tegyék rendbe a költségvetést. Nem vettek részt, cserébe tegnap beadtak még 134 javaslatot, hogy mire kellene még, mint egy 1,5 milliárd forintot elkölteni. Abból a költségvetésből, amiről pontosan tudják, hogy ez a pénz nem áll benne rendelkezésre. Hozzátenném, hogy a most felvett módosító javaslataik egy részének tekintetében már elindult a szakmai munka. Ha a Fidesz-KDNP frakcióvezetés eljött volna az egyeztetése, jelentős papírmunkától mentesültek volna, és megspórolhatták volna ezt a fáradtságot. Veres Pál azt is elmondta, hogy a 2020-as költségvetés nyertese a városüzemeltetés. Több jut egyebek mellett a közösségi közlekedésre, a zöld területek gondozására, a kátyúmentesítésre. Nagyobb támogatást kap a városgazda, a miskolci fürdők és a szociális szféra. A miskolci tömegközlekedésről a polgármester azt mondta, jó ideje gondok voltak a cégnél, de ezt nem hallotta meg az előző városvezetés, sőt, fiókba rejtették az MVK vezérigazgatójának konszolidációs javaslatát is. A közlekedési vállalatnak, ha el akarjuk kerülni a rendszer működésképtelenné válását, a valós utazási igényekhez kell igazgodnia, hozzá kell igazítani a szolgáltatásait, hiszen jelentősen túlméretezett, gyakran kihasználatlanul üzemelő járatstruktúra jellemzi. Hozzátette, 2012 óta 10 millióval kevesebb az utas, és 8 évvel ezelőtti szinten vannak a jegy- és bérletárak. A közösségi közlekedés átszervezését a napokban megkezdik, a lakosság igényeket is figyelembe véve.